Üdv újfent mindenkinek! A minap rengeteg internetes fórumon került megosztásra az a genetikai tanulmány esőben azzal a címmel, hogy a románoknak semmi közük a dákokhoz, és ezre most már genetikai bizonyíték is van. Már pedig, hogy ők szlávok. Genetikai értelemben. Jó, akkor ezzel kapcsolatban természetesen már csak azért is meg kell, hogy nyilvánuljak, mi miszer, szerint, euh, vagy amely, amiért, ugye rengeteg kérdést kaptam. Első, meg kell nézni mindig azt, az első kérdésem ugyanis mindig az volt, a cikközlők, magam publikáció irányába, hogy mi számít referenciailag szláv mintának. <kül> Tehát mi az a etanol, a amihez mérjük a tá genetikai távolságokat, populáció genetikai távolságokat. És mert tapasztaltam azt, hogy nyilván különböző linkek el lehetett jutni az eredeti publikációig, hogy 140 arhaikus csontminta minta lenne ez a úgymond reprezentatív szláv minta, Jézus korától a 10. századi Balkán. Hát most. Hol voltak a szlávok Jézus korában a Balkánon például? Nem tudom, igazából mi alapján jelentik ki, hogy az oláhok fele vagy 60% a szláv. Hülyeség. Ja, létezik az antropológia tudománya, ami szintén valamilyen szinten genetikai tudomány. Ugye a külső megjelenésünket a fenotípus határozza meg, amit viszont a genotípus határoz meg, illetve hát maga a külső megjelenésünk a fenotípusunk, amit a genotípus határoz meg, tehát a gének. Na most a szlávnak tartott fenotípus az a nyugat-balti típus. Tehát egy szőke és vagy világos barna, eh, hát picit ilyen kerekfejűnek mondott, Uh, hát majdnem most, mint a fényképpen illusztráljuk. De a lényeg, hogy ennek a típusnak a kialakulási helye a mai Fehér Oroszország, Ukrajna északi része, Oroszország nyugati része és Lengyelország keleti része lenne nagyjából. És innen lehet datálni egy bizonyos régészeti antropológiai és valót esetben majd genetikai vándorlást is, ami tényleg elér egyébként a tehát a szlávok lejutnak a Balkára, de mikor? Ez a kérdés. Az első populációjuk, ami eljut a Balkára, az az avarokkal mozdul. De az megállott valahol a horvát e ország, Szerbia, Bulgária részén, és van egy másik migráció, amire a bolgár, az ős-bolgárok a felelősök, a mi orokonaink, és nem a, akkor még nem a szlávokért, nyilván ők szlávokat mozdítanak ki. És az a migráció jut el ugye a görögökig, és ott indul el majd egy ilyen bizánci hatás, ugye ortodoxia, és a többi, és a többi, ami aztán majd egy ellentétes irányú vándorlással terjeszkedik, és jut el vissza ugye az ukrán-orosz területekre de ezek, ugye az első migráció megáll a horvát, szerb, észak-bolgár területeken, azaz a, az a, migráció, ami gyakorlatilag az avarokkal történik, tehát a 500 évek végén, 6. század végén, és van a 7. századi, ami meg ugye a bolgárokkal indul el, és ugye leér a görögökig, ez a migráció, meg ugye a 7. századi. Tehát innentől fogva a Balkánon, eleve el kellene különíteni egy észak-balkáni reprezentatív mintát, és egy dél-balkáni, dél-kelet-balkáni mintát. Az egyik a 6. század végi minta lenne, a másik pedig a 7. századi minta lenne. És ahhoz lehetne mérni a mai balkáni népeket, genetikai távolság tekintetében. Minek méricskérik a Krisztus korabeli trák Illír, meg egyéb lakókhoz, ugye a románokat. Vagy hát, miért mi, mi, merik ezt szlávnak mondani? Nyilván az oláhok, tipikus balkáni nép. Nem szláv, semmi közük az előbemített fehér orosz, ukrán, orosz, lengyel régióhoz. Hát nem úgy néznek ki. Dinári típus, mediterrán típus, és egyéb ilyen szteppei elemek keveredése ugye az majd a kunokkal, úzokkal, tatárokkal magyarázható. Szerintem voltak a nemeseik, ők szervezték államba ezt a nomád ö, pásztorkodó népességet. Tehát maga a vla szó is, ugye a görögöktől el, de ez nomád pásztort jelent. Az a rumun szó, az meg parasztot jelent. Most ne keverik össze a rumuniával, vagy rummal, ugye bizánca nevű eredetét. A népnevük az egyszerűen foglalkozás. Azért mondják, hogy az olá az egy foglalkozás, mert a népnevük azok szakmai nevek. Olyan, mint mitől mit a takácsnak neveznék őket, meg szakácsnak. Tehát ez a genetikai tanulmány, ez egy hajítófát nem ér, az oláhok nem szlávok, még úgy hogy van bennük szláv vér, meg a nyelvüknek a nyelvészek szerint 46% a szláv szó, de ez megint egy olyan dolog, a nyelvészet. Mondok egy eklatáns példát, és mindenki megérti, hogy miről van szó. Volt nekünk egy, hát nem túl sikeres, de annál karizmatikusabb politikusunk, Isten nyugosztalja, szép kort ért meg, őt úgy hívják, hogy Torgyán József. A Tordján név az egy román név. A, ők úgy írják le, Turdeán. Na de mit jelent a Turdeán? Tordai. Torda településről való. Tehát megint arról van szó, hogy eredetileg ez egy magyar név, tordai, csak ugye eloláhosodás révén lett belőle turdeán, majd ezek az elolá, eloláhosodott magyarok, vagy a név, ugye bizonyíték, visszakerül tordján alakban magyarba, magyar nyelven. Le az eredeti magyar alakot keresi vissza, hanem ezt az olá alakot próbálja nyelvileg, ugye frazeológiailag, nyelvetimológiailag magyarrá tenni. Tehát ez az, hogy lehet -e erre is, ezt mondani, hogy egy román név, de valójában a gyökere, az eredete, ez olyan, mint a Vojku név. Ugye a románoknál. Ez visszamegy a magyar Vajkra. De az meg visszamegy a Kun, vagy hát köztörök eredeti Baik névre, az meg igaz embert jelent. A Vajknak semmi jelentése nincs. Ez egy tolzott alak. Er az Árpálok anyajágon besenyő, úz, ogúz, akármilyen türk név. Nem azért volt a ez, ez azt hazudják, hogy török volt az Árpád ház. Hát anyai ágon beházasodtak ugye a besenyők. Beházasodtak akármelyik közt török elem, de az nem azt jelenti, hogy a vezérfonal, az ágon öröklődő ö, ág, az török lett volna. Nem, az anyai oldalról érkeztek ezek be, és kaptak egy ilyen magyarosított nevet, ami ugye átültetésre kerül. Tehát bajik az eredeti, ugye ez volt Hunyadi János apjának is a neve, igaz embert jelent, ebből lett a magyar vajk, a magyar vajkból meg az olá vajkú keresztnév. Erre, erre, nagyon le kell figyelni, hogy milyen eredetű egy név, mert lehet, hogy maga a név, ha így megfogjuk abban a pillanatában, hogy elhangzik, egy magyarosított olá név, de annak az olá névnek, névnek, megint visszamenőleg magyar, vagy török, vagy türk, akármilyen gyökere lehet. Jó, <coughs> no, erről ennyit. Tehát ez a genetikai tanulmány, mondom még egyszer, egy hajítófát nem ér. Hát benne vannak a, mivel a tizedik századig terjed ki a 140 csontváznak a mintája, a mindkét szláv migráció, mondom az avarokhoz és a bolgárokhoz kötődő is, egyaránt, hunokhoz nem kötődik szláv migráció. Valami vadbarom beírkált mindenféle hülyeséget a kommentben, hunok, Hoz germán migráció köthető, ahogy jöttek kelet felül, ugye az Urától indulnak el a hunok, úszarmaták pontosabban, vagy magyarok, nyugodtan nevezhetjük magyaroknak, mert egy az egyben vagyunk. Ez a csapat maga előtt tolta ugye a germánokat, meg az alánokat. Tehát a, a nem szlám migráció kötődik. Az avarhoz és a bolgárhoz igen hülyeségeket nem kérke. Hunkorban nem éltek számok a Balkánon. Undőszakban. Voltak, e, volt ugye a nyugat-római birodalom és a kelet-római birodalom, ami ugye a Balkán osztozott. A keleti részhez romanizált trákok tartoztak, meg délebre görögök, makedónok, tehát hellén típusú népek, a másikhoz meg illirek, e, és a többi dalmátok, stb. Ezek ilyen latinizált elemek voltak, nem szlávok. Tehát nem kell még a hunkor így se keresgélni a szlávokat, majd a... azt kéne csak 140 mintát újra szétbontani, és abból kivenni a Krisztus után 6. század végi, meg a 7. századi mintákat. De ott is ugye bennük lesz majd a szkeppei vér, de ahhoz lehet majd az oláhokat hasonlítgatni az oláhok megjelenésüket tekintve egy echte balkáni nép, a nemességük, ami harcolt kihalt, az a kun, úz, tatár, vérű nemesség volt. Ugye, nem véletlen az, hogy a basarab dinasztia, az a básá Rabá, az megint csak egy török szó, azt jelenti, hogy igaz apa. Bocsánat, győztes apa. Ugye a fordítják, az oláhok, az a Taktomír, vagy Toktamír, az egy tatár név, az azt jelenti, hogy keményített vas. De a mengutemur ugyanezt jelenti mongolul. És ezek a ő családfájuk fölfele. Tehát egyáltalán mondom, a, az államalkotó nemesség steppe eredetű, türk és mongol eredetű az olá kapcsolat. De amikor mongoloznak minket, ők a mongolok, vagy az ő vezető, vezető rétegük volt a mongol. Tehát öngolt rúg a mongol. Mongol? Öngolt. A köznép viszont egy balkáni népesség, nyilván szláv elemekkel, nyilván bolgárokkal, szerbeket keveredtek ők is, és ez a echte eredenti vlakság, ott nomadizált ugye a görögök, makedónok, albánok ö, vidékein, hát ez az a nyelvi etimonok alapján fel az egy albánnal rokon népesség. Tehát őnekik a legközelebbi rokonaik az albánok. Jó, az albárok is hajlamosak őstörténetileg többféle egymást túllicitáló eredett elmélettel előállni, hogy ők az illirek, meg nem tudom kiknek a keveredése. Egy bizonyos, hogy nem véletlen az, hogy minden balkáni népesség ugyanannyi arányba határozta meg például ezt a szlávnak mondott összetevőt, mert ez nem szláv volt. Hát gyakorlatilag a, 7. századig, 6. 7. századig ez nem szláv. Meg hát meg lehet nézni külsőre is egy balkáni embert, hogy ez mennyire néz, mennyire hasonlít egy szlávra egy oroszra, egy ukránra, egy beloroszra, meg egy lengyelre mennyire hasonlít egy... Még azt mondom, hogy egy szerb, meg egy horvát. Mert ott azért még azért igám megvan ez a... De ott is ugye 60-70 a balkáni genetika van. Mert mindig ez a... az alaptörvény a genetikában, hogy egy adott populáció az a az adott földrajzi régióhoz kötődik leginkább genetikailag, és ezt fűszerezi meg, ugye a történelmi nyom. Ugye a eset, magyarok esetében ez azt jelenti, hogy mi közép-európai kárpát genetikával rendelkezünk, és ugye ezt, erre lehet azt mondani, hogy a bizonyos korokban, ugye ez a genetika, ez a bronzkor, vaskorra kialakul, és akkor van egy népvándorláskor, ami nyomot hagy, a szarmatákkal, a hunokkal, hunszarmatákkal, alánokkal, germánokkal, majd aztán jönnek a avarok, szlávok, bolgárok, magyarok, különböző fokozatai honlókról nem beszélve, és akkor ez, ez ilyen, mint a bevonat, a panír, rárakódott erre a, az alpetően Kárpát-merencei népességre. És aztán van egy török időszak, amikor ö, az ország nyugati része, északi része Habsburg felhatóság alá kerül, az Erdély kelet-magyarországi rész török hűbér, és közepét meg a törökök. Tehát elrabolják a gyerekeket, viszik prostitutáknak, viszik katonának, janicsárnak, etc. A Bakai Kornél előadásait erről meg kell hallgatni, szépen felsorolja, hogy hetente tízezer, meg ilyen, ilyen számokat. Iszonyat mennyiségben húrcolják ki ezért. Nem volt népírtás. A török nem hülye. Fogta, elrabolta. Emberrablók voltak a törökök. A népírtók a mongolok voltak, akik nem tudták megemészteni azt, nem tudták elfoglalni a magyar királyságot. Nem volt meg a király, horvát területeken volt, és én különböző földvárakba, meg már épült ilyen erődött a templomokon, visszavonult a helyőrség, és se tudták elfoglalni, és ilyen rajtaütésekkel idegesítették, meg tizedelték őket. Ez volt a nagy híres tatárjárás. Az első. Vissza kellett volna, nem volt kánválasztás, marazsák. Azért kellett visszavonulni, nem tudták elfoglalni Magyarországot. Ha kánválasztás lett volna, a mongóliák takarodnak, ukrajnáik takarodtak, létrehozták a különböző kaganátusaikat, aranyhorda, Miért nem mentek haza? Tehát annyi ostobaságot ö, böfögnek ránk, és ellenőrzés nélkül benyeled, vissza nem jó. Ellenőrz le. Sekkold az információt, mindig kérj forrást. Külön, ha nem tud forrást mondani, akkor ne beszéljen. És akkor már eleve a hülyéket. Jó, most jelenleg ennyi lenne. Legyen szép napotok. Hajrá.